Hamarosan egy nagy kaland kezdődik a Karib térségben, ahol a Super TV 2 vagy a Láv új produkciója, Pénze vagy szeretetének új produkciója, Pénze vagy szeretet. Az új napi találkozó programban a színészek nem lesznek könnyű feladatuk, mivel hetekig több játékos feladatot kell megoldaniuk, hogy megközelítsék választásukat és a 10 millió dolláros fődíjat. Egy ilyen nagy napi program több hónapig még nem vált külföldre kábelcsatornában. Ez egy olyan produkció, amelyet a nézők interaktív módon tudnak beszélni, befolyásolva, hogy ki esik le a karakterekből. Az érdekes dolog a formátumban az, hogy bár az ilyen produkciók általában együtt vannak, a fiúk és a lányok külön élnek, még mindig harcolniuk kell, hogy beszéljenek egymással. Nagyon sok kitartásra, taktikára és kifinomultságra lesz szükségük fizikai erővizsgálatokkal és több küldetéssel. A programot a Karibi térségben rögzítik, így a Super TV 2 nézők meglehetősen látványos szekvenciákat láthatnak, mondta Gabal Fischer, a TV 2 csoport programjának igazgatója. A játék nem csak összefonódik, hanem a karakterek is egy spirituális utazáson vesznek részt, hogy szívüket új kapcsolathoz nyitva tartsák. A szerelem labirintuszában Zsuzsa Demi irányítja őket. Noha a lányok és a fiúk külön élnek, nem lesz hiány a konfliktusokról. Ezen túlmenően a nézők nem csak az események passzív megfigyelői, hanem aktívan elérhetik a társaik életét, mivel szavazhatnak azokért, akik tartózkodnak és elhagyják a szigetet. A fogadások hatalmasok, a szeretet és a boldogság felfedezésével a fődíj 10 millió húf. Pénz vagy szerelem, vegye be a szerelmet. Ma kérheti a programját. Pénz vagy szerelem, alkalmazási oldal.